Csíksomlyói kegyszobor. Úgy tartják, a csíksomlyói Szűz Mária szobor a Mohácsi vészt követően szállt le az égből, hogy a székelyeknek segítségére legyen a szükségben. Figyelmeztette őket a veszélyekre, betegeket gyógyított, holtakat támasztott fel. Gyógyító ereje akkora volt, hogy azok, akik messze földről betegségük miatt nem tudtak hozzá elzarándokolni, de ajándékot küldtek, és megfogadták, hogy felépülésük után meglátogatják, szintén csodás módon azonnal meggyógyultak. Valahányszor Csíkszéket veszély fenyegette, a szobor arca szomorú lett, könnyeket hullatott. Ebből tudták a székelyek, hogy harcra kell készülniük. Ali pasa seregének betörésekor sem történt ez másként. A betörés előtt 3 héttel 3 fényes csillag gyúlt ki rajta, egy a homlokán, egy-egy a keblein. Bárhogy is védekeztek a székelyek akkor, Ali pasa seregei többszörös túlerőben voltak. Miután elraboltak mindent, amit csak tudtak, Ali pasa maga ment be a kegytemplomba, hogy megszemlélje a hírhedt faszobrot. Hát ennyire vagy te képes? Kiáltott oda Szűz Máriának fitymálóan. Nem tudod megvédeni tőlünk a népedet. Azzal ostorával a szobor arcára suhintott. Mély sebet ejtett rajta, amit festék azóta sem fog. Amint ezt megtette, zsibbadást érzett karjában. Elejtette az ostort, és fájdalmasan felkiáltott. Mire karjára nézett, az már ernyetten lógott oldalán. Többé soha mozdítani sem tudta. Ekkor ismerte meg a kegyszobor hatalmát, leborult előtte, és bocsánat kérően fohászkodott. Nem csak a törökök, a tatárok is gyakorta betörtek Csíkszékre. Feljegyezték, hogy 1690-ben az egyik dúlás idején 2 tatár harcos tört be a templomba. Kegytárgyakat kerestek, de azokat a hívek már ideje korán elrejtették. Az egyik harcos mérgében szekercét a kegyszoborra emelte, hogy ketté hasítsa. A fegyver kiesett a kezéből, karja abban a pillanatban ernyetten hullott alá, és többet vissza sem tért belé az élet. Egy korábbi tatárbetöréskor a vezér el akarta szállítani a szobrot, mert megtudta, hogy az figyelmeztet a veszélyre. Szólt az embereinek, hogy emeljék le talapzatáról. Ám akárhány tatár gyűrközött neki egyszerre, megmozdítani sem tudták, olyan nehéz lett a szobor. Ekkor 8 ökröt kötöttek elébe, de azok se tudták megmozdítani. Számtalan ezekhez hasonló csodát tett a kegyszobor a századok során. Ma is évről évre eljárnak hozzá az emberek százezrei, gyógyereje változatlan, léleküdítő közelsége pedig sokak számára napnál világosabbá teszi a helyes utat. A csángok pedig hittel vallják, hogy minden hajnalban, a horizonton megjelenő napkoromban megjelenik nekik Szűz Mária.